2024-től Ukrajnában az atomerőművek blokjai az amerikai Westinghouse nukleáris üzemanyaggal kezdik meg működésüket, jelentették be az Enerhoatom illetékesei. Az ukrán atomerőművek hét blokja, amelyek egyedüli üzemeltetője az Enerhoatom, már teljesen átálltak az amerikai Westinghouse üzemanyagára, amely hosszú évek óta megbízható partnere a cégnek. 2024-től pedig a hazai atomerőművek mind a 15 blokját ezzel a fűtőanyaggal kell ellátni. Ennek köszönhetően Ukrajna atomenergia ipara véglegesen függetlenné válik Oroszországtól. Áll a közleményben. Az Enerhoatom a westinghouse közösen a nukleáris üzemanyag ukrajnai előállításán dolgozik a cég által kidolgozott technológia alkalmazásával. Jelenleg a Westinghouse üzemanyag Svédországból kerül importálásra. Az ukrán fegyveres erők Donetsk megyében visszaverték az orosz csapatok Bakhmut elleni támadásait, és eltaláltak egy orosz lőszerraktárt, számolt be csütörtök esti helyzet jelentésében az ukrán vezérkar. A közlemény szerint az ukrán légierő 13 csapást mért az orosz erők személyi állományának és katonai felszereléseinek koncentrációs területeire, az ukrán rakéta csapatok és tüzérségi egységek pedig egy orosz lőszerraktárat találtak el. A vezérkar nem közölte, hogy pontosan hol mér csapárt az ukrán hadsereg. A kijevi katonai vezetés hozzáfűzte, hogy a csütörtöki nap folyamán az orosz erők 24 légi csapást mértek az ukrán katonák állásaira, és három rakéta csapást indítottak a Donetsk megyei Csaszívjár, valamint Zaporizsa városra. A terrorcselekmény következtében lakóépületek rongálódtak meg, és a civil lakosság körében is voltak áldozatok. Tette hozzá a vezérkar további részletek közlése nélkül. A dél-ukrajnai Herszon megye ügyészi hivatala arról adott hírt, hogy Törtökön, az orosz erők a régióban lévő Beriszláv térségében az előzetes információk szerint drónokkal csapást mértek humanitárius segélyért sorban álló emberekre, akik közül kilencen sérültek meg, köztük egy gyermek. Az ügyészség az incidenst a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősítette. Az ukrajnai teljes körű orosz invázió kezdete óta eltelt egy évben, Ukrajna már 1409 katona holtestit szállította haza, és 1863 foglyot engedtek szabadon a Kijev és Moszkva közötti fogolycserék során. Az egy év során 1756 ukrán katona és 135 civil nyerte vissza a szabadságát, közölte André Juszop. Az ukrán katonai hírszerző szolgálat szóvívője megjegyezte, hogy a fogolycseréket koordináló parancsnok Tovább dolgozik a foglyok és az elesett katonák hazaszállításain. Emellett 120 keresetet nyújtottak be az emberi jogok európai bíróságához. 43 ország csatlakozott a Gabona Ukrajnából humanitárius programhoz, amelyet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezett, közölte Olhat Trofimceva, az Exportőrök és Befektetők Tanácsának koordinátora a napokban tartott sajtótájékoztatón. Partnereink hozzájárulásainak köszönhetően elsősorban étkezési búzát tudtunk felvásárolni gazdálkodóinktól, és eljuttatni azokba az országokba, amelyeknek a legnagyobb szükségük van erre a gabonára, mondta el a koordinátor. Trofimceva jelezte, hogy a program keretében Ukrajna olyan országokat lát el élelmiszerrel, amelyek az éhezés szélén állnak. A program az ENSZ égisze alatt működő élelmezési világprogrammal partnerségben valósul. Meg. Finanszírozására a partnerországok összesen közel 200 millió dollárt biztosítottak. A program keretében már 110 ezer tonna ukránbúzát kapott az Afrika szociálisan legsérülékenyebb országai közé tartozó etiópia és Szomália. Életének 84. évében elhunyt Iván Bródi kárpátaljai szobrász festőművész, adta hírül a Munkácsi Városi Tanács. A művész 1939. június 2-án született Ilonokúj faluban, a nagyszőlősi járásban. Középiskolai tanulmányait nagykomjáton végezte 1955-ben, majd az Ungvári Iparművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1961-ben. Elsősorban szobrászként szerzett hírnevet, Legismertebb művei a szín és vér, valamint a munkács központjában lévő Cirilés és metód emlékmű, továbbá a boldog kéményseprő és a macskája, amelyet 2010-ben avattak fel Tóth Bertalannak, munkács legendás kéménseprőjének tiszteletére. Az utóbbi években a művész a festészetben is sikereket ért el. Kárpátalján, ukrán nagyvárosokban, de Magyarországon is láthatók munkái. A művész elmondása szerint három célt tűzött ki maga elé a festőművészet terén. Kárpátaljai festőművész akart lenni, mindeközben jó szakember és végül színes alkotó, hisz ez annyira jellemzi a kárpátaljai képzőművészeket.